Köszöntöm Önöket a Turmix márciusi első adásában. Mint minden évben, így 1998-ban is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásáról március 15-én. A Mátra Múzeumnál és a Mátra Művelődési Központban zajlottak az események. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A múzeumnál rendezett koszorúzási ünnepségen Hisz György országgyűlési képviselő méltatta a nap jelentőségét, majd a tisztelet és kegyelet virágait helyezték el az emléktáblánál az önkormányzat vezetői, a gyöngyösön működő pártok és társadalmi szervezetek képviselői, a fegyveres testületek tagjai, valamint a város intézményeinek, illetve ifjúságának képviselői. A koszorúzást követően a Mátra Művelődési Központban folytatódott a megemlékezés, ahol Szabó Gyula polgármester mondott ünnepi beszédet. 1848, az eltelt másfél évszázad alatt a modern magyar politikai kultúra viszonyítási pontja lett. Tagadása, tiltása, elhallgatása, értelmezése vagy éppen kisajátítása a modern magyar politikai kultúra jellegadó sajátosságává vált. 1848 nélkül, 1848 után senki nem politizálhatott. Az eltelt 150 év sem halványította el az események fényét, jelentőségét. Valódi érték, a szabadság és az európaiság eszméje fennmaradt, kiállta az idő próbáját, és a ma emberének ugyanazt adja tudtul, mint egykor a márciusi ifjaknak. Az akkori törekvések sokban hasonlatosak napjaink politikai és társadalmi változásaihoz, hiszen ma is a legfontosabb célunk a mielőbbi felzárkózás Európa haladó nemzeteihez. Az ünnepi műsort a Berzen Nagy János Gimnázium tanulói adták elő, verssel, zenével emlékezve a 150 évvel ezelőtti sorsfordító eseményekre. Második alkalommal rendezték meg a női ökölvívó Amazon kupát Gyöngyösen. A Gyöngyösi Atlétikai Klub által életre hívott eseményen láthatóan sok induló volt. A lázas előkészületek után eljött a pillanat, mikor bevonultak a versenyzők, és ünnepélyes keretek között az alpolgármester köszöntötte az amazonokat. Az a tisztem, hogy a második alkalommal megrendezésre kerülő Amazon kupán köszöntsem Önöket, és üdvözöljem azt a Gyöngyösi Atlétikai Klubot többekkel együtt, akik ezt a versenyt rendezik. Örömömre szolgál, hogy az elmúlt évi kezdeményezésnek folytatása van, hiszen az ökölvívás hajdani fellegvárában ez kötelez, és nagyon becsülöm azok munkáját, akik lehetővé tették, hogy második alkalommal is ez a kupa megrendezésre kerüljön. Hagyományt teremtettek ezzel, és úgy gondolom, hogy nem csak a sportág, hanem a város hangját is emelték ezzel. Én meggondolatok jegyében a versenyzőknek sikereket kívánva, a gyöngyösi lányoknak személy szerint is szurkolva, a második Amazon-kupa versenyét megnyitom. A megnyitót követte a verseny, mely két napon át tartott. Közel 300 diák vett részt 60-ban a helyi diákparlamenti ülésen. Többek között a fiatalok éppen aktuális problémáira próbálták megtalálni a megoldásokat. A politikus is volt gyerek, mondják a diák önkormányzat tagjai. Igaz, ők is valamilyen formában gyakorolják-e nemes szerepet, bár ők úgymond kicsiben, helyi szinten. 60-ban nagy népszerűségnek örvend a diákparlament. A város számos iskolájából ma közel 300-an képviseltették magukat. Aktuális problémák vannak, például nincs hová menni szórakozni, nincsenek megfelelő szabadidős programok. Ezek változtatásán is próbálnak agyalni a diákok, próbálják orvosolni a felmerülő gondokat. Az egésznapos munkában javaslatokat készítenek a települési gyermekönkormányzatok számára.
A parlamentnek a diákok véleményének összehangolása, összegzése a célja, hogy ezzel a város fiatalja, illetve a képviselőtestület megismerkedhessen a diákság szándékaival. A program második felében az általános és középiskolások szekcióüléseken vesznek részt. Fő témák között szerepelt a diákjog, szabadidős tevékenység és az egészséges életmód. Három leendő diákpolgármester is bemutatkozott, akik igaz még párt nélkül, de ismertették programjaikat, amely között például szerepelt a játszóterek újrafestése, vagy több szemetes kuka elhelyezése a városban. Hat hétig spanyol cserediákok vendégeskedtek a Gyöngyösi Vakbottyajános szakközépiskolában, szakmai gyakorlatokon vettek részt, és megismerkedtek a helyi nevezetességekkel. Az iskolának vannak finn, olasz, francia kapcsolatai is. Most a spanyolok jelezték az adatbankon keresztül látogatási szándékukat. A spanyol diákok 6 hétig tartózkodnak az iskolában, és a következő munkákban vesznek részt. Laboratóriumi műhelyi gyakorlatokat töltöttek, és jelen pillanatban pedig üzemi gyakorlaton vannak kint. Ez azt jelenti, hogy innen is fognak kimenni Spanyolországba tanulók? Igen, tanulóink közül a jobbak. Áprilisban 3 hetes szakmai gyakorlatra fognak kiutazni Finnországba, negyedikesek, ötödikesek a gépész és az elektronika szakosok. Májusban pedig 20 tanuló fog kiutazni Olaszországba, a Kápuai partneriskolába. Az iskola diákjai hogyan fogadták a vendégeket? Nagy örömmel, nagy lelkesedéssel, és hétvégeken még elkísérgették őket Pestre, Egerbe és fel a Mátrába, úgyhogy jó kapcsolat alakult ki a diákok között, azt hiszem. A diákok egyik fele a Melcom részvénytársaságnál van gyakorlati munkán, ahol mindhárman különféle technológiát tanulnak. Részben az AutoCAD rajz technikával, valamint a pneumatikai ismeretekkel, és ezen kívül szerszámgép programozással foglalkozik egy fő. A fiatalok rendkívül fogékonyak és érdeklődnek az új technika iránt. Jezabel jól érzi magát Gyöngyösön, nem szeretne elmenni másik városba, és az időjárás sem zavarja, hogy nálunk egy kicsit hűvösebb van. Két spanyol diák idegenforgalmat tanul, és a gyakorlati tapasztalatokat szállodákban gyűjtik össze. Conchita elmondta, hogy mindannyian jól érzik magukat, a diákok befogadták őket, segítőkészek, külön programot szerveznek nekik, hogy minél szebb és több élménnyel térjenek vissza hazájukba. A Vakbottyán János szakközépiskola tervezi a kapcsolatfelvételt franciákkal és lengyelekkel is, ezáltal rövid idő alatt széleskörű nemzetközi kapcsolatot sikerül kialakítania. Két hét múlva lesz újra Turmix, akkor is várjuk majd Önöket. Viszlát!